döntés. A Magyarországra érkező támogatások 60%-át munkahelyteremtésre fordítja majd a kormány, jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Együttműködés. 2020-ig közös projekteken dolgozik a Nógrád megyei önkormányzat és a Semmelweis Egyetem. Fejlesztik az egészségipart, és a foglalkoztatás növelése is a terveik között szerepel. És őrizetben. Kábítószerkereskedőket fogtak a rendőrök Bátony terenyén. A 37 éves férfi és 32 éves társa egy közúti ellenőrzés során bukott le. Ez a Híradó, köszöntöm Önöket! A hét legfontosabb híre, hogy a 2014-2020-as európai költségvetési ciklusban Magyarországra érkező támogatások 60%-át munkahelyteremtésre fordítja majd a kormány. Jelentette be Varga Mihály a Fidesz-KDNP salgótarjáni kampányító rendezvényén. A nemzetgazdasági miniszter elmondta, Magyarország gazdaságfejlesztésre 2900, területfejlesztésre pedig 12.000 milliárd forint uniós forrást használhat fel. Varga Mihály az elmúlt 4 év intézkedéseit felsorolva kiemelte, kiszabadították az országot az adósság csapdából, előtörlesztették az IMF hitelt, és úgy vállalták át az önkormányzatok adósságát, hogy eközben 3% alá szorították a költségvetési hiányt, továbbá jelentős eredményeket értek el a foglalkoztatásban. A salgótarjáni kampánynyitón Becsó Zsolt közölte, a kelet-nógrádi térségben a választás tétje az, hogy a terület 3-4 év alatt a fejlődő központi régióhoz kerül, vagy végleg leszakad. Együttműködési megállapodást írt alá Nógrád megye önkormányzata nevében Becsó Zsolt elnök és a Semmelweis Egyetem rektora dr. Szél Ágoston. Az együttműködés fő célja a megye és az egyetem 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó elképzeléseinek összehangolása és közös projektek indítása. Nógrád megye önkormányzata és a Semmelweis Egyetem szorosabb együttműködését a 2013-as Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat rétsági eseményén jelentették be. Azóta a felek megállapodtak abban, hogy a Nógrád megyei egészségipar fejlesztése, a lakosság egészségi állapotának javulása és a foglalkoztatás növelése érdekében a 2014-2020 között megnyíló terület- és településfejlesztési operatív program keretében mintegy 10 nagy projektet indítanak közösen. Jobban teljesít Nógrád megye a foglalkoztatásban is. Erről Becsó Zsolt és Balla Mihály országgyűlési képviselők beszéltek sajtótájékoztatójukon. A fideszes képviselők kiemelték, hogy az álláskeresők száma 1 év alatt csaknem megfeleződött. A 43%-os csökkenés 8641 főt jelent. Továbbá 2-szer több új munkahely jött létre, mint 1 évvel korábban. Az elmúlt 4 évben Nógrádban összesen 21.316 új munkahely létesült. A politikusok szerint ma 22 éves csúcson van a foglalkoztatás. 1992 óta nem dolgoztak annyian, mint most. A foglalkoztatottak száma az országban 4 millió fölött van, a kormányváltás óta pedig 255 ezerrel dolgoznak többen. Kiemelték azt is, hogy nem csak többen dolgoznak a megyében, hanem a 40 éve nem látott rekord alacsony inflációnak, a béremeléseknek, az adócsökkentésnek és a rezsicsökkentésnek köszönhetően több pénz is marad a családok és a munkavállalók zsebében. Látogatási tilalom van érvényben a Balassagyarmati Kórházban is. A dr. Kenessei Albert Kórház rendelőintézet újszülött részlegén a gyermekgyógyászati, a szülészeti, a nőgyógyászati és az infektológiai osztályon az influenza járvány miatt tiltották meg a látogatást. A Szent Lázár megyei kórházban továbbra is érvényben van a látogatási tilalom. A Salgótarjáni intézményben minden osztályra kiterjed a tiltás. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat honlapján közzétett adatok szerint csaknem harmadával nőtt országszerte az előző héthez képest az influenza-szerű tünetekkel küszködők száma. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok február 10-e és 16-a között 22.400 beteget regisztráltak. Az előző héthez viszonyítva Somogy megyében több mint 2,5-szeresére, Csongrád és Nógrád megyében pedig több mint 2-szeresére nőtt az influenza miatt orvoshoz fordulók száma. A Vakok és Gyengénlátók Nógrád megyei egyesületének kezdeményezésére úgynevezett beszélő lámpákat adott át a Magyar Közút Nonprofit ZRT Salgótarjánban. Az 5 jelzőlámpás csomópont hangosítása mintegy 4,5 millió forintba került. A Vakok és Gyengénlátók közlekedését segítő első berendezéseket még a 90-es években telepítette a Magyar Közút Nonprofit ZRT.
Viszont a régi csomóponti vezérlőgépek 2003-as cseréje után az új rendszerhez már nem illeszkedtek a korábban felszerelt hangos kiegészítők. Ezért volt szükség a mostani beruházásra. Itt a salgótarjáni Bajcsi Zsilinszki és Bemót csomópontjánál is üzembe helyezték az úgynevezett beszélőjelző lámpákat. Az eszközök a vakok és gyengéllátók közlekedését könnyítik meg. Használatuk nagyon egyszerű, a most átadott távirányítókkal működnek. Ezeken be kell nyomni egy gombot, majd hangjelzi, hogy az adott személynek várnia kell, vagy megkezdheti az átkelést a csomópontnál. A jelzőlámpa zöldre váltott. Átkelhet a Bemúttán. Ez most, amit most itt csinálnak, ez nekünk nagyon hasznos lesz. Azért, mert én is most is, hogy jöttem, alig bírtam ott menni, mert nem volt a gyalog ott kell lőni, se a jobb oldalon, se a bal oldalon senki, rá szoktam nézni, hogy mozogjanak az emberek, azt azok után menek. Így a lámpát én nem látom, mert annyira nem látok. Úgyhogy ezt nagyon jó tették, hogy ma ezt megcsináltam. A beszélő lámpákat működtető 18 darab távirányítót egyébként a napokban adta át az egyesületnek Ürmösi Ákos, a Magyar Közút Nonprofit ZRT salgótarjáni kirendeltségének igazgatója, valamint Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő. 2013-ban volt a vakon és gyengéllátók Nógrád megyei egyesülete részéről egy megkeresés a Magyar Közút Nonprofit ZRT Nógrád megyei igazgatósága irányában, hogy a közlekedés lámpák tehát közlekedési csomópontokban a akadálymentesítés részükre ismét megoldhatóvá kéne, hogy váljon. A Magyar Közút ZRT vezetője, illetve munkatársai tényleg dicséretes gyorsasággal álltak élére ennek a kérésnek, és hát valósították meg ezt a vakon és gyengéllátók szempontjából fontos kérdést. Most 5 ilyen közlekedési csomópontnak a akadálymentesítésére került sor, és hát csak bízni lehet abban, hogy további ilyen közlekedési csomópontok akadálymentesítésére is sor kerülhet a jövőben. Erre amúgy is oda fogunk figyelni a 2014-2020-as tervezési időszakban, tehát ilyen jellegű beavatkozások, akadálymentesítések, azt gondolom, hogy fontos feladatunkat kell, hogy képezzék a jövőben is. Több mint 41%-kal növekedett Nógrád megyében a regisztrált bűncselekmények száma, mondta dr. Nagy László, a rendőrség évértékelőjén. A megyei főkapitányság vezetője kiemelte, a statisztikai számokat a pásztói, tiltott pornográfiához kapcsolódó bűncselekménytételei növelték több ezres nagyságrenddel. Viszont ennek felgöngyölítése a felderítési mutatókat jelentősen javította. A tulajdon elleni bűncselekmények nyomozási eredményessége a megyék között az 5. legjobb adat. Az utakon romlott viszont a helyzet, a halálos balesetek száma 60%-kal nőtt. Tavaly 8 esetben történt halálos kimenetelű közlekedési baleset Nógrádban. A főkapitányság vezetője elmondta, hogy ezt a romló adatot idén javítani szeretnék, több ellenőrzéssel és éjszakai trafipax bevezetésével is. Ebben az évben egyébként frissítik a gépjárműparkot is, és 22 fővel nő a rendőrök száma is. Jelentős javulásokat eredményeztek a tűzmegelőzés területén az elmúlt évben hozott intézkedések. Erről Berecz György beszélt évértékelőjében. A Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője elmondta, a tavaly rendszerbe állított 3 katasztrófavédelmi őrsel és az ott üzembe helyezett 3 tűzoltó gépjárművel jelentősen javult a reagálási idő. Az elmúlt évben 40 új tűzoltó képzését kezdték meg, 18-an már munkába álltak, március elejétől pedig újabb 22 fő lép tényleges szolgálatba. A diszlokációnak az a lényege, hogy a mentő tűzvédelmet közelebb vigyük az állampolgárokhoz. Ennek az egyik stratégiai döntés az volt, hogy azon fehér foltokra, ami itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy volt olyan település, és Nógrád megyében is volt, nem csak Magyarországon, amely a 40 percen túl kapott hivatásos tűzoltói segítséget, ezeket próbáljuk csökkenteni. Ezen hivatásos egységekkel elértük azt, és a Széchény, ami idén július 1-én kezdi meg működését, a megyében nem lesz olyan település, ahol a 25. perc után érnek ki hivatásos egység. Hogy ezeken tovább tudjunk csökkenteni, ennek az 2014-15 fő feladata az, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületekkel kiegészülve, akik pluszban még, és itt akkor legyen egy élő példa, hogy például a Rétság és a Berceli katasztrófavédelmi őrs között félúton van, mondjuk Nézsa,
ahova az idén mindenképpen szeretnénk egy, ahol már van egy jól működő egyesület, egy picit föntebb emelni készenléti gépjárművel támogatni őket, valamint technikai eszközökkel, és először azokat az egyesületeket megtalálva, akik nekünk a beavatkozási időt csökkenteni tudják, leginkább azokra próbáljuk a hangsúlyt fektetni. Az összes többi egyesület is ugyanolyan fontos, de körülbelül egy olyan 15 egyesület van, akire egy picit nagyobb feladat hárul itt a mentőtűzvédelem területén. Február 22-én a Kossuth iskolában tartotta a farsangi báját a II. János Pál pápa katolikus óvoda és általános iskola. Az esemény a végzősök keringőjével indult, majd találkozhatott a közönség többek között ősmagyarokkal, táncosokkal, sőt magával, Kleopátrával is. A rendezvényről készült bővebb összeállításunkat Kitekintő című műsorunkban láthatják majd. Újabb földrengés volt Nógrád megyében, ezúttal Érsekvadkert közelében észleltek földmozgást. A Richter skála szerinti 2,7-es erősségű földrengés 4 kilométeres mélységben keletkezett, és a január 19-i Cserhátsurányi 4,4-es magnitúdójú földmozgás utórengése volt. Angyal Eszter, a Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője híradónknak elmondta, az igazgatóság műveletirányítási ügyeletére Érsekvadkertől és Tereskéről érkezett bejelentés a földrengés észlelésével kapcsolatban. Személyi sérülés, illetve vagyoni kár viszont nem történt. Kábítószerkereskedőket fogtak a rendőrök Bátony terenyén. A 37 éves férfi és 32 éves társa egy közúti ellenőrzésen bukott le Nagybátony és Kisterenye között még február 7-én. Az autót vezető diller a ruházata átvizsgálása előtt önként átadott 2 darab gyógyszeres üveget a benne lévő 47 darab kékes színű tablettával, valamint egy papírzsebkendőbe csomagolt, félbetört tablettát. A gépjármű utasának ruházatából pedig egy csomag zöld színű növényi törmelék került elő. A két férfi lakásán megtartott házkutatás alkalmával önzáró műanyag tasakot találtak és foglaltak le a kollégák, melyek kábítószer csomagolására alkalmasak. A két férfit a rendőrök a Bátonyterenyei rendőrkapitányságra előállították, gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették, valamint a hatóság kezdeményezte mindkettejük előzetes letartóztatását. Késsel fenyegetett meg 3 fiatalt egy 60 éves férfi a Salgótarjáni vasútállomáson. Az esetet hangos veszekedés előzte meg, ezután az idős férfi kést rántott, mire a fiatalok kimenekültek a váróteremből. A 60 éves gyanúsított ekkor utánuk rúgott, de csak a bejárati ajtó üvegét találta el, ami be is tört. A járőrök Csé Lászlót a helyszín közelében elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították, vele szemben garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. 3 uzsorást vettek őrizetbe Jobbágyiban. A 64 éves férfi, 61 éves felesége és 42 éves fia családi házukban engedély nélkül működtetett egy vegyesboltot, ahol több rászoruló helyzetét kihasználva hitelre árusítottak élelmiszert és más termékeket. A hitelekre 50%-os kamatot számoltak fel. A tartozás meg nem fizetése esetén pedig a sértetteket bántalmazással, illetve egyéb személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó bűncselekmény elkövetésével fenyegették meg mindez idáig. A család tagjait ugyanis a napokban őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Döntés. A Magyarországra érkező támogatások 60%-át munkahelyteremtésre fordítja majd a kormány, jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Együttműködés. 2020-ig közös projekteken dolgozik a Nógrád megyei önkormányzat és a Semmelweis Egyetem. Fejlesztik az egészségipart és a foglalkoztatás növelése is a terveik között szerepel. És őrizetben. Kábítószerkereskedőket fogtak a rendőrök Bátony terenyén. A 37 éves férfi és 32 éves társa egy közúti ellenőrzés során bukott le. Ez volt a Híradó, viszontlátásra!